A település parkjában rendszeresen látták az elhunyt férfit italozni. Még a szomszédok is csak látásból ismerték, mint mondják nem helybeli. Viszont a találgatás elindult. Ennek a szomszédnőnek a családtagja látta a rendőröket. Ők úgy hallották, gyilkosság történt. Láttam erre gyűnni menni, azt mondta a ményem, mert itt van, mikor dolgozgatok a virágokkal, meccem a kukába, azt köszön, hogy jó napot köszönt, azt mondta, hogy itt lakik a sarkon, na menjen, mert én azt si tudtam, hogy itt lakik. Ez a másik férfi úgy tudja, hogy a férfi a halála előtt nagyon sokat ivott, és a mája mondhatta fel a szolgálatot egy nagyobb italozás után. Én nem ismertem személyesen, megmondom magának őszintén, én ez most jöhetett ide, nem olyan túl rég, de ott a többi Iszákos ember, ott láttam a parkba őket nagyon sokat. Kuldulnak ott a ABC előtt, a bolt előtt. A rendőrség közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja az eset körülményeit, nem találtak bűncselekményre utaló nyomokat. A helyiek azonban félnek a haláleset miatt, mint mondják, nagyon sok veszélyes, kinézetű alak lakik a kisjársági településen.